hatalom gyűrűi. Ugye ez az első olyan, hát hogy mondjam, nem az első, de az első, és még egy lesz ezen kívül, aminél úgy van ez az egész kibeszélő műsor, hogy már futott ugye az évad. Igen. Így nem részenként vágtunk bele a dologba, hanem azt mondtuk, hogy mind a hatalomgyűrűnél, mind a Sárkányok házánál megvárjuk az évad végét, és akkor az egészről beszélünk, hogy mi volt a véleményünk róla. Úgyhogy ez amúgy így könnyebb vagy nehezebb? Nehezebb, én azt mondom nehezebb, mert... Hogy minden részletet nehéz összefolynak egyrészt a részek, igen, és így lemaradnak a részletek. De nem is gond, mert nem az a feladatunk, hogy részenként elemezzük, vagy hogy milyen volt a tempója, hanem hogy az egészről beszéljünk. Igen. Most nem sorozatonként mondunk ítéletet, hanem az egészről. Hanem az egész évadról, igen. Ugye felvezetésként azt tudjuk, hogy ez a világ legdrágább sorozata, és talán azt gondolom, hogy a világ egyik legnépszerűbb szellemi terméke a Gyűrűk Ura. Ehhez a témakörhöz hozzányúlni azért mindig nagyon veszélyes. És hát tudjuk, hogy sok szempontból megosztó ez a sorozat, legalábbis a közönség körében, mert igazából valami elképesztő gyűlölethullám is van ellene, már mielőtt megjelent is volt. Igen. Illetve hát van valamilyen support része, aminek egy része egyébként az Amazonnak köszönhető, de most nem ez a lényeg. De ezzel nem foglalkozunk egyáltalán, mi azzal foglalkozunk, hogy nekünk hogy tetszett a dolog. Igen. Hát akkor kockázatos volt hozzányúlni ehhez a témához, de legalább ugye a pénzen nem múlt. Költöttek rá bőven eleget. Egy pillanatnyi mondat erejéig, ugye nagyon sokan óckodtak attól, hogy sötétbőrű színészek is lesznek, akár törpök, akár elfek, nem tudom, engem egy pillanatig se zökkentett ki az egészből. Jól játszottak a színészek, és nem zavart az, hogy más a bőrszíne. Sőt, igazából, hogyha alaposan figyelted, akkor volt távol-keleti statiszta. Igen, is. Igen, láttam, hogy volt. Benne... Azt se zavart. Őszintén szóval engem sem. Hogy mondjam neked, igen, komolyan bele lehet kötni ebbe a dologba, és tudom, hogy vannak, akik tudod, erre várnak, hogy ilyeneket mondjon az ember, hogy na, mert. Hát bele lehet kötni elég komolyan egyébként ebbe a lore-ba, és értem én, hogy aki azt mondja, hogy ez egy fantasy történet, és innentől kezdve bármi lehet benne, mert bármit meg lehet magyarázni. Oké. Értem. Úgy, tehát az a lényeg, hogy akinek problémája van ezzel, az ugye a fajok eredetét kérdőjelezi meg, ami nem kérdőjelezi meg, hanem ugye tudjuk azt, hogy melyik faj hogy élte az életét, stb., és hogy tehát hivatalosan indokolatlan lenne mondjuk, mit tudom én, egy sötétbőrű elf, vagy akár egy sötétbőrű törp, de értem azt, aki azt mondja, hogy fantasy, meg lehet magyarázni, hogy rászorták a jóságport, kész. Mondom még egyszer, engem se zavart egyébként ez a dolog, különösen azért nem, mert... lefoglalt a többi dolog. Igen. De attól függetlenül, és ezt így külön kiemelném, hogy mennyire nem odaillő, mint olyan, és a nem odaillőségét azt úgy értem, hogy mennyire felháborodtak rajta az emberek, mondom még egyszer, engem nem zavar, Durin felesége. Én értem, hogy nem tetszik az embereknek, meg furcsa, meg minden, de amúgy én nagyon szerettem azt a karaktert. Nagyon jó volt a karakter, és szerintem azért is volt jó a karakter, mert fantasztikusan játszott a színésznő. Igen, baromságot játszik egyébként, igen. Baromságot játszik, mert ez egész sorozatra jellemző, de azt nagyon jól csinálja egyébként. Igen. Tehát nem tudom, nekem megmondom, hogy ott például, és most így tudod bele a közepébe, tehát ezek a dolgok, ugye, amikor Durinnak érted, ott nyomatja, hogy jó van, majd apáddal megbeszéled, meg minden, next level, különben is az a mi királyságunk. Igen, az lesz, amit te akarsz. Igen, majd. Harmadik szint. Ez az én királyságom is, az az, hogy én mondok, és na. Most már álljunk már meg, azért húzz vissza a kéziféket, ez most már túl sok szint. Az előbb még azt mondta, hogy tetves a szakállam, meg minden. Most már az én királyságom lesz, és én mi trillünk lesz, amit akarunk. Igen, és nekem ez volt ez a problémám egyébként alapvetően a sorozattal, hogy tényleg, szerintem a lóvé látszódik, mert tényleg nagyon látványos, nagyon jól meg vannak csinálva a jelenetek. Nekem különösen tetszenek egyébként a kosztümök, meg minden, és látszik, hogy benne van a pénz. Szerintem a zene is jó, nekem tetszik ez az új zene, gyakorlatilag nekem ezzel sem volt bajom, bár az igazság, hogy igazából egy tónust ismételgetnek folyamatosan. Igen. Hát de... visszautaltak a Gyűrűk Urára, érezd, hogy még mindig azt nézed egyébként. Igen, de mondom, azzal sem volt bajom, és mondom, a színészekkel sincsen alapvetően bajom, mármint nem mindegyikkel, a legtöbb évvel nincsen bajom, igen. Azzal van a bajom, amit játszanak, hogy nem tudom, néhány, és ez az egész sorozat a jellemző, hogy amúgy ez egy tök jó dolog, ami itt a képernyőn van, csak az alapja, ahogy meg van írva ez a dolog, és ezen múlt volna, hogy egy kicsit más legyen, nekem más lett volna, nekem jobb lett volna ez egész. Mi nem tetszett akkor még? Nekem megmondom őszintén, hogy most ne is menjünk bele annyira, vagy hát nem tudom, hogy menjünk-e bele, teljesen mindegy. Tehát az, hogy milyen különbségek vannak az alaplore és a sorozat között,
az elég durva, tehát nagyon nagy különbségek vannak. És oké, én értem, egy részét nem írtam meg amúgy Tolkien, és lehet következtetni egyébként a dolgokra, meg ott ugye van egy kis szabadságod. Szerintem elég kardinális dolgokat változtattak meg egyébként magában a sorozatban, ami lehet, hogy később meg lesz oldva, vagy tudod, fantasy, és akkor majd jön egy varázspor, és visszaszívják, de jelen állás szerint elég fura, hogy oldották meg őket. Nem tudom, én ettől nem tudok tágítani, meg attól, hogy tudod, előzmény sorozatról van szó, és így amiatt, hogy el is tértek, tudod, a sztoritól, amit azért mondasz, hogy oké, aki ismeri a lort, annak is legyen újdonság, vagy legyen benne valami fantázia. Oké. Aztán számítanak az új nézőkre, akik nem fogják érteni pontosan szerintem, hogy miről van szó, mert azért igényel némi, némi előtudást. Igen. Plusz mindenkitől azt várják, hogy izguljon olyan dolgokért, amik tudjuk, hogy nem úgy történnek, meg nem fognak bekövetkezni, akkor is, ha csak a filmet láttad. Így van. Már hogyha láttad, ha meg nem láttad, és abszolút nem tudod, akkor meg nem tudod, hogy miért is kéne most izgulni. Igen, igen, meg akkor igazából annyira nem Gyűrűk Ura, és akkor talán értem, hogy oké, fantasy, és amúgy tök jól néz ki, meg király, de ezzel nagyon mérges voltam, hogy most komolyan, tehát nyitva adni ezt az ablakot, hogy Isildur meghalt. De most félek. Nyilván nyitva hagyták az ablakot, mert nem akarták szájba rágni, hogy a ló azért ment vissza. Hát mert a ló tudja, hogy Isildur nem halt meg. Na jó, de érted? Egy ilyen karakter. Egy ilyen kardinális karakter, és akkor persze meghalt, igen, igen. Igen, igen. Tehát, hogy mi a feszültség jó, ott? Engem eleve Isildur karaktere is már zavart, hogy nem azért, hogy van, hanem hogy ahogy van, ahogy bemutatták. Oké, értem én, hogy ez most itt a fiatalkori énje, de akkor is ugye tudjuk azt, hogy ő az, aki majd levágja a Sauron kezéről a gyűrűt, ő az, aki magához veszi az egy gyűrűt, ő az, aki az emberek királya. Volt. Igen, ám és még ideje, és hogy fejlődjön. Úgy, ugye ez a tudat, hogy ő az emberek királya valahogyan, királyabb viselkedést várnék el. Még tőle, nagyon fiatal. És hogy ez így most, értem én, hogy a fiatal akkor így nyit mutatja meg, de hogy a kicsit olyan elvicceskedő, elpoénkodó, elügyetlenkedő benyomását keltette bennem, és nekem ez nem volt szimpatikus. Így van bemutatva, mert ugye folyamatosan ugye ilyen szakadékokat keresnek a karaktereknek, itt is ugye az van, hogy ó, de nem sikerül neki, meg kirúgják a flottából, de mégis visszajön, de és akkor most azért, mert visszajött, azért lesz baja, stb. Csak az a baj, tőle, ez így mind ilyen, minek? Már mi miért csinálod? Tudjuk, hogy semmi baja nem lesz. Igen. Tehát, hogy, tehát most el akarják hinni, hogy az az ember, aki az emberek királya és levágja a Sauron ujjára a gyűrűt, arra rászakadt a tető. Tehát így biztos. Igen. Tehát ezért ez ilyenkor felmerül bennem a kérdés, tehát, hogy kinek szól ez a sorozat. Mert legalább mutatták meg, hogy a barátai eléugrik, és a barátja hal meg. Ő meg ott áll, hogy a barátom feláldozta magát. Nem az, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Nyilván tudjuk, hogy mi lesz vele. Semmi értelme nincs ennek, hogy nem tudjuk. Igen. Nekem érdekes, hogy Miriel, azt hiszem az a neve ugye a Númenori uralkodónőnek, aki ugye meg is vakul, csak hogy egyértelműen beazonosítható legyen mindenki számára. Nekem például az a női karakter amúgy alapvetően tetszett. Úgyhogy amúgy nem tudok vele mit kezdeni, meg hogy mit killódik ott össze-vissza, értem, meg minden, de nekem amúgy alapvetően tetszett ez a karakter. A végére nekem is. Nyilván ez a sorozat elejétől kezdve, hogy a Galadriel tekintjük a főszereplőnek, ő neki szurkolunk. Amikor Numenorba kerül, akkor ugye a királynő, a régens királynő elég agresszíven lép fel ellene, úgyhogy első neki futásra nem feltétlenül zárod a szívedbe, de a végére ugye megvilágosodik, vagy átáll, vagy fogalmazhatunk akár, hogy utána már szimpatikus nyilván, jó, akkor menjünk és segítsünk. De ugyanakkor ott ugye a régens királynőnek volt a tanácsadója, aki ugye a fia, akinek a tanácsadó fia próbálta meggyőzni a tanácsadót, hogy szóljon már a királynőnek, hogy ez így nem lesz annyira jó, és hogy ne menjünk, és akkor ugye a tanácsadó mondta, hogy szerinted a királynő nincs ezzel tisztában, hogy most ő ezt miért csinálja. Meg el is mondta azokat az indokokat, hogy ez miért lesz jó, mert ugye, ugye úgy gondolták, hogy majd Numenorra, mint megmentőre fognak gondolni ugye középföldön, és akkor mindenkinek fog tartozni gyakorlatilag. Így van, és ugye, na mindegy, de ez... Úgyhogy igazából itt a királynő sem azért ment segíteni, hogy jó, akkor segítsünk a délföldi embereknek, hanem... Alapvetően nem. Hanem az, hogy akkor lekötelezettek lesznek nekünk. Hát első körben igen. Aztán ugye ment ez az izé, na mindegy, én ott is kész voltam teljesen. Az a baj, jó, én vagyok a kritikusabb, biztos, faszom tudja. De ugye elmondja Galadrielnek, hogy ugye megjósolták a Palantírra, hogy vége lesz Numenornak, hogyha itt az elf. Igen. Aztán, na jó, van, akkor menjél innen. Jó, akkor elmegyek. Kettőt lép a hajó felé, azt majd jönnek a levelek. Hű, bazd meg, maradjál itt. Valami van. Rövid lenne zárva a palaci. Nem tudom. A levélnek hinni kell, Pisti, az nem hazudik. Nem tudom, mi van. Csak értelmezni tudni kell. Ez a jóslat. Várjál, most már nem.
most, ez a topogás, na mindegy, ott azért ment a kínlódás, hogy menjenek vagy nem menjenek elég sokáig ott Numenorban, de legalább láttuk Numenort. Én már ilyen dolgokkal remegek hálát, de legalább láttuk, azt látványos volt, hogy kinézett. Megmondom őszintén nekem az elején, ugye beszéltünk, említettük a hágba, hogy elkezdődött és hogy mint merre. Nekem az elején nem tetszett a sorozat. Nekem lassú volt. Nagyon lassú. És értem, hogy Gyűrűk ura is van, akinek lassú volt, de tényleg az első két-három részben annyira sok karaktert meg kell ismerjünk, oké, be kell mutatni őket, blablabla, de hogy amúgy nem halad a történetszál, semennyire se. Nem tudjuk, hogy akkor most mi felé is akarunk menni, vagy mi lesz a probléma, vagy most merre tartunk. Viszont a végére meg azért belecsaptak a lecsóba rendesen, és azért elkezdték a történetmesélést. Valahogy én ezt érzem kettősnek, hogy valahogy nem találták meg a balanszot. Kicsit hamarabb is kezdhetik volna a történetmesélést, azáltal a bevezetést egy kicsit rövidebbre fogni. Szerintem az úgy fogyaszthatóbb lett volna. Így a végére most nekem nagyon tömény érzetem van, és nagyon csapkodtam, vagy kapkodtam a fejemet, hogy úristen, ez is történik, ezt se felejtsem majd el, amikor most beszélünk róla, meg azt se felejtsem el, és miért nem lehetett ezeket jobban elosztani? Igen, bár az az igazság, hogy tudod, ez az idő az kell, mert tudod, érted, most mindenkire gondolnak, új nézőket is szeretnének nyerni, meg minden, ugye lassan fel kell építeni itt az elején a dolgokat, mert azért tényleg rettentő sok részből áll ez a minden. Én pont ezért gondoltam arra, hogy hamarabb lesz bonyodalom bemutatás, mert hogy az új nézőket nem fogja lekötni azt, hogy ez itt most megint középfölde. Mert nyilván a törzsrajongók, azok órákon keresztül tudják nézni azt is, hogyha csak a szél fújja a fület. Persze, mert ott egy levél, ami ismerős, nem tudom, miből. Nyilván, láttam én is a neten az öröngéseket. Nem tudom, hogy milyen szinten másszunk bele ebbe az évet elemzésbe, mert tényleg sok minden van. Mondom, én Cersei hasogatni nagyon szeretek. Egyébként a kedvencem az izé, amikor rájött Galadriel, hogy a jel az a térkép Mordorról, vagyis a délföldéről. És úgy előszedtek egy ilyen sötét lófaszt abba a könyvtárban Numenorba, amiből rájött. És azt addig nem olvasta senki. Vagy mi az Isten, hogy ezt, jaj, bocs, nem néztem el. A könyvtáros olvasta, csak hát nincs behívva a tanácsba. Igen, ő forgatta balra először, hogy én nem értettem, hogy mi a helyzet. Tehát mondom, de nem fogok szörszálhasogatni, nem megyek bele ezekbe a dolgokba, meg amilyen arcokat vág a színésznő. Egyébként, ha még egy slow motion lovaglás lesz a második évadban, én ott bedobom a tévét valamivel. Atyaságos úristen. Lesz pedig biztos. Annyira fantasztikus voltak azok a képek. Szerintem az új nézőknek, az új nézőknek attól függetlenül, hogy én úgy érzem, hogy ez a Gyűrűk ura rajongóknak annyira nagyon nem való ez a sorozat, azért, mert tényleg mondom, vannak azért olyan eltérések, amik engem mondjuk zavarnak, meg mondom, olyan helyeken kert feszültséget a sorozat, ahol tudjuk, hogy nincs. Az új nézőknek meg szerintem kevés. Mármint úgy kevés, infóba kevés. Egyszerűen szerintem, hogyha új néző vagy, nagyon nehezen lehet megérteni egy csomó mindent benne. Mi bajuk van az embereknek, igen, az elfekkel? Most Numenor miért van annyira nagyon rohadtul berágva? És persze igen, akkor mondhatják azt az emberek, hogy ha de nem olvastad? Nem, az új néző nem olvasta, igen, nem tudja, hogy mi van. A törpök miért nem akarnak segíteni az elfeknek? Igen, mi baja van? Kik fognak halni az elfek? És? Igen, tehát érted, hogy ilyen két szék közé ülősnek érzem ezt, hogy valahogy nem tudtam ezt így meghatározni. Az újaknak nincs elmagyarázva, a régiek meg nem kapnak eleget. Igen, meg ugye eleve ez is, hogy most tudod, a karakter sejtetések, tudod, hogy most akkor ki kicsoda, meg stb. Most hogy tudna egy új néző gyanakodni? Mire? Igen. Jó, mondjuk arra ki Sauron. Oké, arra tud. Jó, és az új néző végig azt hitte, hogy a régi ember. Oké. Igen. Na mindegy. De akkor talán az. Talán ez így az új nézőkre, de nem tudom, én ezt nem tudtam megérteni így egyértelműen. De mondom, nem akarok szörszálhasogatásba belemenni, mert ennek semmi értelme nincsen, így inkább ilyen átfogóan érdemes beszélni, tehát nem kell azt mondani például, hogy a picsába volt az, hogy Galadrielnek egy kurva karcolás nincs, amikor kijön a problémából. Tehát ugye tele lett ilyen izével, megforgatták a salakpályán a teniszklubba. Hát tiszta hamulett. Ja, aztán megjelent ugye a táborba másnap reggel úgy, hogy még karcolás nagyon van rajta. Ennyi, kemény a csaj. A plot armor megvédte. Bezegi Szildurt nem. Arra rászokott a tető. Jó, hagyjuk, mondom, abba hagyom. Igen. Nem akarok trollkodni. Mondom, összességében nekem mondom, nem volt átütő. Inkább azt mondom, hogy tudod, egy ilyen valami volt, ami engem egyáltalán nem tudott így elkapni, tudod? Mert mindenbe lehet szörszálasogatni. Megértem teljes mértékben. Azért mondtam ezt, hogy nekem is a balanszal nem vagyok vele kibékülve. Az utolsó két részt láttam volna. Úristen, de jó ez a sorozat. Ja, igen, most a tempóra gondolsz. Igen. Igen. És hogy kérem most azonnal a második évadot.
Ha viszont az egészet nézem, és azt mondod, hogy a második évad is így fog indulni, hogy négy rész langyos pocsolja lesz, akkor az a, jó, akkor megvárom, míg jön az egész egybe, és akkor úgy, hogy majd megnézem. Világos ez is. Nem tudom, én mondom, azon gondolkozom, hogy nekem voltak részei a sorozatnak, amik tűnőtt tetszettek úgy, hogy néztem valamit, és így tudod, így megmosolyogtam, vagy jó érzés volt nézve, hogy ilyen darabok vannak a sorozatban. Tehát például attól függetlenül, hogy ezt is hagyjuk. De amúgy az interakció szerintem Elrond és Durin között tök jó. Én nem tudom, én nekem tetszik az a dinamika, ami kettejük között van. Gyakorlatilag szerintem az volt az egyetlen folyamatosan érdekes történetse. Igen, az is, hogy, tehát az, hogy ez is baromság, az már lényegtelen egyébként, de amit látok, tehát ezért mondtam azt, hogy nem akarok belemenni srácok abba, hogy mik a lore különbségek, meg a Cersei hasogatásokban, azt vannak olyan csatornák, ahol meg lehet nézni, akik órákat örjöngenek minden epizódon. Én nem akarok, képzeljétek hozzá. De mondom, tehát az, hogy az egy baromság, ami ott történik, de nem baj, mert amúgy meg a dinamika tök jó így a két színész között, meg nekem úgy tetszik, meg nem rossz, bár ott is szenvedhettek volna egyel kevesebbet azon, hogy most bányásszák ki a Mithrilt, vagy ne. Nekem az még úgy elment. Nekem az úgy tetszett. Ássuk, ne. Igen. Hogy nem, a fiatalabb Durin mondja, hogy nem, de aztán mégis. Jó, akkor menjünk apámhoz, idősebb Durinhoz, ő azt mondja, hogy nem. Jó, akkor nem, de aztán mégis. De aztán mégis, aztán ássuk, aztán rámomlik, aztán mégis ott van a csávod, aztán akkor izé, és akkor mégis kibányászunk, de jön a királyhő mégsem. És balrog. Az mondjuk nagyon menő volt. Menő volt a balrog? Igen, az... Nem csak a balrog maga, hanem hogy az a leveles jelenet, hogy az a nem másunk, oké, oda rakom az asztalra, és aztán visszadom a Mithrilt, és hogy akkor ez mégis megjött, akkor elront, hoho, mégiscsak megyünk ásni, úristen, mennyi Mithril van. És hogy ugye a gyűrűkorában nyilván mondják azt, hogy nem tudták a törpök, hogy mennyire mélyre ásnak, és hogy a sötétben mit keltenek fel, és hogy az idős Durin meg csak úgy bedobja a levelet. Tudta? Nem tudta. Szerintem most a sorozatról beszélünk, nem arról, hogy most hogy a lore szerint hogyan történik. Én úgy éreztem, hogy ő nem tudta, hogy mi van ott, csak tudta, hogy nem kell, nem szabad túl mohónak lenni, mert mondta, hogy nem tudhatják, hogy mi lehet ott. Tehát konkrétan igen, nem igen, tudta. Igen, ő azt mondta a fiának nyilván csak, hogy omlás veszély van. Nyilván nem így, de igen, de ott azért, de mikor már tudod, bement hozzá, akkor már ott beszéltek arról, hogy megvan az oka annak, ami miatt nem viszik túlzásba, meg hogy nem vállalnak mindent. Igen. Nem tudom, jól nézett ki a balrog, oké, király, meg minden, csak nem tudom, én ott például annak a végén ott úgy éreztem ezt a balrog dolgot, amikor tudod, a Mortal Kombatban beugrik a figura. Igen. Tehát csak így beköszönt, hogy csős, így vége. Egy kicsit olyan volt, mint amikor az idegen, ugye a mágus elmondja azt, hogyha nem tudod, hogy merre kell menni, akkor bízz az orrodra. Igen. Nyilván ezt a filmekből ugye Gandalf mondja. Gondolhatnánk arra, hogy akkor ő lesz Gandalf. De hát, hogyha a lore-nál maradunk, ugye most a másodkorban vagyunk, Gandalf meg Saruman a harmadkorban jön, úgyhogy emeltelje nem lehetne ő. Mivel nem feltétlenül követi a lort, maga a sorozat. Nem követi, de szerintem, tehát a Gandalf túlzás lenne szerintem. Nyilván megmagyarázhatják azt is, hogy ez egy ugyanolyan mágus, mint most nem jut eszembe ki volt, hogy hívják a barna mágust. Radagast, igen, köszönöm. Úgy hívják, hogy ez valami Diablo regény, mostanában olvastam azt is. Viccelek, igen. Ugye tudjuk azt, hogy Tolkien összesen 5 mágust írt meg. Igen. Viszont kettőjüket nem nevezik nevén. A kék mágusokat, igen. Szóval lehet, hogy ez a kettő közül az egyik, és ez az ő mondása, csak Gandalf meg eltanulta tőle, és ezért őt idézi, úgymond. Figyelj, ha jól emlékszem a történetre, akkor alapvetően úgy van, hogy Saruman az első, és én úgy tudom, hogy ő a másodkorban jön. Én legalábbis így tudom, de mondom, lehet, hogy rosszul emlékszem, azért nem ma volt már, és ugye vele jönnek a kék mágusok, és ők mennek keletre. Igen. Ők vándorolnak keletre. Az én értelmezésemben amúgy Saruman a mágus, a stranger, az égi ember, a man from the sky a sorozatban. Nincs kimondva nyilván az sem, hogy Gandalf. Persze. Szerintem az már túlzás lenne, hogyha azt így túltolnák. Szerintem Saruman az. Az, hogy a szaglásodra kell hallgatni, azt tanulhatták egymástól. Igen, az egymás beszélét elvelt. Igen, de mondom, szerintem Saruman az. Főleg, amikor mondják azok a izék. A boszorkányok? A három fehér szemű... Három Eminem. Nem tudom. A három Eminem, mikor három mondják. Három boszorkány. Azok elméletek boszorkányok. Mi az, hogy elméletileg boszorkány? Na jó, biztos, igen. Oké, ők ugye mondják is, hogy ugye ő a másik, ugye? Igen. Az Istra, aki ugye leszállt. És én abszolút úgy éreztem, hogy ő Saruman, és meg is könnyebbültem egy kicsit, hogy most tényleg nem akarják letolni ezt a Gandalf dolgot. Persze lehet, hogy mégis.
Fogalmam sincs. Én azért fogadnám el könnyebben azt, hogyha Saruman lenne, vagyis azért illene szerintem jobban össze, hogy ugye a Gyűrűk Ura sorozatban nyilván tudjuk, amit a filmekből megtudjuk, meg a könyvekből, hogy Saruman alapvetően jó volt, de aztán rossz lett. Igen. Vagyis nyitott valamennyire a rosszra. Igen. Itt az idegen, meg ugye az elején ezzel cívódik, hogy ő most a veszély. Nem is tudja, hogy jó. Ő igen. Most rossz, ő fogja ártani a gyeplábaknak, vagy ő most jó, és nem tudja, hogy most ő hova is tartozik. Engem. És hogy ezáltal is mondjuk már most benne van az, hogy amúgy jó, de lehet, hogy rossz. Ki fog derülni, mert ugye normál esetben ennek úgy kellene történni, hogy ők elmennek a faszomba, aztán majd egyszer visszajönnek. Igen. De mivel ugye az ifjabbik... Nori. Frodo, igen, Nori, köszönöm szépen. Ő vele megy, így valószínű, hogy a következő évadokban követjük majd az ő sztoriait is. Biztos. Tehát biztos. Nem annyi lesz, hogy ő most így elment, és igen, akkor ugye, hanem hogy ugye ott biztos kalandos lesz az út keletre, stb. Ugye a másik kérdés, ugye nyilván be akarták etetni a nézőket, hogy ő Sauron. Mondom, én csak azért vagyok mérges erre az egészre, és azért is jó, hogy így ketten beszélgetünk, nem csak egyedül beszélgetek, vagy ilyesmi, mert tudsz tanúsítani. Tehát én Helbrandet Sauronnak hívom az első rész óta, ami megjelent. Így van. Így van. Az első olyan rész, mert benne igen, volt, mondtam ott, neki, hogy ő az. Ott emlékszem, hogy még vitatkoztunk is ugye hárman, hogy jó, nyilván ő a legesélyesebb, hogy az legyen, de egy picit hadd reménykedjünk, hogy mégis ő egy Aragorn hasonmás, és ő mégiscsak jó fiú lesz, de nem, evidens nem. Volt, hogy neki kell lennie Sauronnak. Meg őt nem támadta a víziszörny, nem ez a lényeg. Én biztos voltam benne, hogy ő az egyébként. A többiekkel már jól lakottak. A timeline miatt is. Tehát oké, persze nagyon lazán kezel a sorozat dolgokat, de ugye azt tudtuk, tehát, azt tudtuk, hogy valószínűleg az évad vége nagyon közel lesz ahhoz, hogy gyűrűket fognak csinálni. Igen. Hát erről hát szól a sorozat. Hát... Igen, tudom, csak az elején látszott már, hogy az égből pottyant ember, az nem fog odaérni. Nem. Tehát így nem. Nekem ez így világos volt, hogy ez valószínűleg igen. Ott nagyon közel kell lenni a tűzhöz, meg minden. Ebből a tekintetből legalább igen követik a lort, hogy igen, Sauronnak ott kell lennie... Celebrimbornál, igen, hogy eltanulhassa a gyűrűkészítés, a mágikus gyűrűkészítésnek a folyamatát, ezáltal ugye majd magának létre tudja hozni az egy gyűrű. Igen, bár ugye Sauronnak is igen komoly kovács előképzettsége van, de kell hozzá igen. Amúgy Celebrimbor is nyilvánvalóan. Nyilván ez is esély történik, de tökre nem. Igen. Meg ugye... ez így most úgy mondom, egy érdekes megoldás volt, egy szép átültetés az, hogy a tévén, ahogy adjuk el azt, hogy most melyikőjüké volt az ötlet, melyikőjük volt az ügyesebb, az okosabb, és így gyakorlatilag azt mutatták, hogy a kettőjük tudása kellett összetéve. Igen. Ez a része egyébként, nyilván ezt értem meg, hogy így van interpretálva, így oldták meg, ez a rész nagyon máshogy van egyébként megoldva, hogy itt hogy lesznek ezek a gyűrűk, meg minden. Őszintén szólva így, nem tudom, az a baj, hogy mondom, az utolsó részben nekem az volt a problémám, hogy azzal volt elfoglalva az egész rész, hogy kicsoda Sauron, ami szerintem kurvára vágó volt. Most az utolsó részre már, ha te tétováztál is, rohadt vágó volt. És mikor azt mondták az utolsó rész 10. percébe az égből pottyant embernek, hogy te vagy Sauron, akkor már tudtad, hogy nem. Tehát biztos, persze, hogy nem. Persze. De mondom, szerintem nagyon vágó volt, hogy ő az mindig a legeslegközelebb volt a tűzhöz, amennyire csak lehetett, és... Hát már ugye, amikor már Numenorból hajóztak ki, és ott lábbal felveszi a kardot, meg még megpörgeti, megforgatja, jó, ott még betudhattuk volna annak, hogy... Király, meg délkirály, meg minden, katona, igen. Meg minden. Nem. Kíváncsi vagyok, hogy ebből hogy fognak kikeveredni, tehát hogy fogják ezt így összeszedni, hogy ebből legyen valami, így a továbbiakban. De minden esetre, tehát biztos vagyok benne, hogy azok, akik mondjuk ezen részek fölött átsiklottak, tényleg látták a filmeket, az így ennyi. Azonnak izgalmas volt, hogy kicsoda Sauron. Igen. Tehát azért igen, gondolom, igen. Hogy ez volt. Igen, hát aki az első részekben még nem volt benne 100%-ig biztos, az utolsó pár részben szépen azért elhintették, rávezették az embert, mielőtt még kimondták, hogy igen, ő lesz az. Igen, de mondom, ott az utolsó részben is egy kicsit olyan tétovázos volt ez az egész, hogy akkor elolvastad Galadriel, hogy mi van, aztán utána ott összedumáltak, akkor elment, de aztán utána Elrond is megnézte a papíron, hogy mi van. Már hamarabb gyanította, vagy hamarabb mondta, már ugye Celebrimbor, igen. Amikor mondta neki, kifejezést használt, egy bizonyos igen, kifejezést. Hogy a fizikai erőn túli hatalmat akarja megfogni, vagy már nem tudom. Nem tudom, nem néztem magyarul, fogalmam nincs. Nem emlékszem, hogy mit mondott pontosan. Feliratból nem tudom, hogy volt. Na mindegy. Szóval ott a kifejezés miatt már ugye Galadriel már gyanakodott rá, és azért kezdett el nyomozni, azért kérte le a családfát, hogy... Igen. Hogy is volt? Mit is volt? Igen, ez ugye azért durva,
az egész, mert ugye alapvetően Sauron tünde alakba megy oda. Igen. Eredetileg. És akkor ott konkrétan igen, azért nem problémáznak igen. Ott úgy vele, tehát emiatt volt egy kicsit ilyen fura ez a dolog, de mondom, nem látjuk a végjátékot, tehát ez nagyon-nagyon nehéz így, hogy fogalmam nincs, hogy mit akarnak csinálni. Tehát, hogyha abba bízol, és nem azt mondod az egészre, hogy ez egy szar katyvasz, kurvára nem így van semmi, basszátok meg, oké, ha nem így állsz neki, hanem kicsit konstruktívabban, és mondjuk beleképzeld a lehetetlent, hogy mindennek oka van, meg képzeljük bele, igen. Akkor engem kíváncsi vált ez, hogy miért így csinálták. Hogy van ennek valami értelme? Lehet, hogy ők már tudják előre a második, harmadik évad vonalvezetését. Nyilván tudják, és igazítják. Lehet. Mondom, de... attól függ, hogy gondolkozol. Igen. Szóval hozzá kell tenni, hogy nekem az baromira tetszett, amikor Galadriel ugye szembesítette Halbrandot, vesző Sarumant, hogy... Sauront, igen, bocsánat, hogy te nem lehetsz Halbrand, mert igen. Hogy... Igen. És az nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy ugye Sauron bezárja a gondolatai közé, megmutatván az, hogy Galadrielről tudjuk, hogy mennyire erős, és hogy Sauron mégis mennyivel erősebb. Ja, persze, igen. És, ezért nem is nagyon értettem sokszor ezt a keménykerést, hogy és ezt mégis hogy gondolja, tehát hogy mit fog csinálni, ez jön ott a törrel, meg ilyenek. Mi van? Hát jó, de Galadriel eddig ugye úgy volt vele, hogy ő Galadriel, a északi seregnek a kapitánya, jó, igen, és persze, hogy majd úgyis megöl mindenkit, meg elkapja Sauront is. De Bazi, ez nekem olyan, mint mikor tudod. Ezt tudod, ami nem találkozol a legerősebb ellenféllel, de nem tudod, hogy ő mennyivel erősebb nálad. Igen, nekem ezek olyan pillanatok, tudod, mint mikor Wonder Woman oda ment Supermanhez, hogy Clark, ne kényszeríts! Mire? Igen. Tehát még, mire? Mi volt a terv? Igen, de amíg nem üti meg, addig nem tudja meg, hogy amúgy esélyesünk. Igen. És megmondom őszintén, ott egy kicsit szívmelengető volt számomra, amikor ugye bezárt a Sauron egy pár pillanatig Galadrielt a gondolataiba, és vázolta neki az esetleges lehetőséget, hogyha átállna a sötét oldalra, igen. Ja nem az másik. Igen. Hogy kb. Szóra-szóra elmondja ugyanazt, mint amit a filmekben, amikor Frodo felajánlja Galadrielnek az együtt, és egy kicsit megkísérti, és ugye, hogy én lehetnék a királyra, igen. Az nekem tetszett. Az, oké, az megvett kilóra az jelenet. Az a baj, rendesen már engem zavar az, hogy nekem is tetszik egy-két párbeszéd benne, meg egy-két mozzanat, meg minden, de az a baj, hogy az egészet nézed, akkor meg tudod nem. Így... Úgy nem. Nem, az a baj, nekem se. Nekem teljesen izé volt, jó is, hogy felhasznál ezt a példát, mert amúgy értem, hogy ez tetszett neked. Nekem ez az egész Mount Doom-os dolog, hogy tök jól nézett ki, hogy kitört a vulkán, meg ott érted, hogy felhő meg minden, és akkor hogy lesz a délvidékből Mordor, meg mit tudom én. Na, hogy most komolyan, tehát egy kulcs volt? Van ki, kulcs, akkor... Ki a tököm építette oda a gátot? Igen, meg milyen... Miért pont oda, miért nem terelték el? Jó, most tudták előre, hogy az a víz majd fel fogja kelteni a hegyet, és akkor... És a de bókát... Én nem értem, hogy most miért kellett oda a kulcs, vagy hogy mit... Na mindegy, biztos nem mondom... Nem egyszerűbb kirobbantani. Ja, akkor még nem volt ott. Ez nem nekünk szól. Szarumán is nem tudják a robbanószert, hogy... Buták vagyunk ahhoz, hogy ezt megértsük. Na mindegy, de ott az a rész, nem tudom, ha tudod, mondom még egyszer, nem fogsz összehasogatni, tényleg nem, el se kezdtem, higgyétek el. De azt meg nem tudom, de annál, nem tudom, neked milyen volt ez, amikor megtudtad, hogy a Southlands mostantól Mordor? Én most nem akartam elhinni, geci. Én elhiszem, hogy onnak az a baj, hogy ugye én nekem hallottam, ahogy Janinak mondtad a jelenetet. Hogy nem mondtam volna, kiüvöltettem az ablakon legszívesebben. Én már készítettem magamat, mielőtt láttam a jelenetet, hogy úristen, de rossz lesz. Hát mit nem mondjak, hogyha... Nekünk itt nem lennének olyan programjaink, amikkel dolgozunk, csak a Windows Movie Maker ugyanezt meg tudtuk volna csinálni. Igen, nekem én egy kicsit epikusabbra számítottam, nem arra, hogy egy betűtípus változás lesz, ami mutatja, hogy Mordor. A másik meg az, hogy most Adar nevezte el, ugye, mert gyakorlatilag ő nevezte el Mordornak, és nem halljuk, hogy ő mondja. Igen. Adar? Adar. Azt hiszem, Adar, igen. Szóval jelvileg Adar nevezi el... ugye a Southlands-et Mordornak, az abból a szempontból érdekes, ugye, hogy, tehát, hogy egészen helytálló lehet, bár fura, hogy ő nem mondja ki, leül ott valamire, aztán... Igen, csak nézem messzeségből, hogy... És akkor ugye átírja a dolgokat, de hogy ugye Adar tünde. Volt, igen. Volt. Ami azért fura, vagy nem fura, hanem hogy végül is van benne logika, ezen agyaltam a múlt, hogy tulajdonképpen a Mordor az tündéül van. Persze. Tehát a Mordor tündéül van, úgyhogy van benne végül is valami, hogy végülis ő elnevezhette Mordornak, mert az orkok nem nevezhették el Mordornak, mert... Tehát, hát, érted? Igen, elméletileg ugye a sötét nyelv is a tündének egy változata, úgyhogy... Igen, igen. Nagyon-nagyon kéz a kézbe jár. Igen, de a Mordor az tündéül van, elvileg. Én legalábbis így tudom. Azt jelenti, amit amúgy Galadriel használ egyébként, és ezt egész ügyesen csinálták, mikor megy a kis csávóval sétálnak, hogy Shadowlands-nek hívja a
a helyet, aha, és a Mordor azt jelenti, hogy árnyék, vagy árnyas, vagy valami ilyesmi. Ah, igen. Tehát ez egész jól van megcsinálva, csak miért nem? Akkor már mondta volna, tudod, ez a faszom bele. Most komolyan arra nevezte el Mordor. Hallod, ha már azt mondod, most miért sejteted? Mondja akkor. Nem az, hogy átírod a betűtípusba, az meg áll. De nekem az egy kicsit csíp volt ahhoz képest, hogy mennyibe került a sorozat. Igen. Az szerintem is hatásosabb lett volna, hogy mondja akkor ahogy nézzük Adárt, és kimondja, hogy Mordor, és akkor utána mutatják a táját, és fordulnak el, hogy amúgy már be. Igen, vagy legalább a térképen mutatták volna. Nem. Nem az, hogy így mutatsz egy tájképet, bazd meg, és így... Nem tudom. Nekem a térképes megoldása tetszett volna, mert ott is mutatják a térképet, és akkor egyszer csak írják, hogy Mordor, kb. Ugyanez lett volna. De az legalább egy térkép, tudod, nem egy overlay, bazd meg. Igen, tehát így... igen. Na mindegy, nekem az nem jött be. Tényleg nem jött be. Mondom, összességében én azt gondolom erről az egészről, hogy vagy az a legnagyobb problémám vele így összességében, amit így fél mondatban le lehet írni, hogy nem tudom, kinek való az a sorozat. Nekem ez a baj. Nekem nem tetszik. Akik nem ismerik, azoknak nincs benne elég info, szerintem. Akik megismerik, azoknak meg lehet zavaró a pontatlanságok. Hát ez már nem pontatlanság, Bazsi, de igen, értem. Mondom még egyszer, művészi szabadságnak lehet hívni ezt a dolgot, csak az a baj, hogy ez egy előzmény. Lehet azoknak szól, Pisti, ez a sorozat, akik 10 évvel ezelőtt látták a Gyűrűk Urákat, és azóta se. Lehet. Nem tudom. Tényleg ez nehéz úgymond hova tenni. Nem azt mondom, nálam nem kapott kaszát, ha jön a második évad, kíváncsi én leszek rá. Én is nézni rá, fogom, mert tudnám, mondom... Nagy felütéssel hagyták abba. Igen, meg mondom, én amiatt, hogy tudod, én most így úgymond ítélkezem, és azt mondom, hogy nekem nem tetszik, mert nem értem, hogy ez hogy mint. Kíváncsi vált ez, hogy vajon az van, hogy ez egy valami nagyon hosszú távú terv, aminek amúgy így meg lesz a lényege, hogy miért így van csinálva, és most úgymond, tudod, így két mondatonként megállítom a Space-szel a YouTube videót, és elmondom, hogy valaki mekkora fasz. Én is fogok hagyni időt, és a végén, hogyha végén kiforog olyanra, hogy jó, akkor azt fogom mondani, hogy oké, most már értem, és túl hamar ítélkeztem. Figyelj, végül is lehet, hogy amit ugye én is lassúnak találtam, hogy az elején túl sok rész van a bevezetés rajva, lehet, hogy az egész több évadnyi sorozatnak összvisszanyi bevezetése volt. Igen. És a második évad meg már ugyanúgy tartja ezt a feszes, pörgős tempót az egész évadon keresztül, meg a harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik is, akkor azt mondom, hogy oké, bőven elfért az a három rész bevezetőnek. Igen. Legyen így, mert lehet, hogy tényleg a második évadra nem tudjuk, hogy mennyit változnak az írók hozzáállása, a rendező személye, meglátjuk, hogy az milyen lesz. Igen, a három gyűrű pedig elkészült, amit látunk, ugye, hogy igen, ez független még ugye Saurontal, és akkor így fognak, vagy így tudnak majd működni ugye a tündegyűrűk, amiknél most ugye az egyik Gil-galadhoz kerül, igen, mint olyan, a másik az Galadrielhez kerül. Amelyik pedig Elrondnak. Nem. Az, amelyik Gil-galadhoz kerül, az kerül majd Elrondhoz. És a piros színű pedig először egy tündéhez, és aztán Gandalfhoz. Igen, bocsánat, ha jól emlékszem, akkor úgy van, hogy az elején Gil-galadhoz kerül kettő, és egyet kap meg Galadriel. Nem, hanem úgy van, hogy most nem tudom, hogy odaadják el neki kettőt, vagy most bejön, de már a második év, tehát már vannak ugye ilyen kis spoilerek a második évadból, és azt tudom, hogy Sirien, az a tünde, aki megkapja a másik gyűrűt, ő kapja meg, és majd tőle kerül Gandalfhoz. A tűzgyűrű, amivel ugye ő a reményt kelti azzal. Gil-galad valószínűleg gyógyít azzal a gyűrűvel, mert Elrondnak így ennyi szuperpowerja van, a gyógyít, meg minden. Galadriel meg ugye a gyűrű erejével tartja életben azt, ahol ugye ott élnek, igen, az erdőt, meg minden. Szóval a lényeg az, hogy legalább a három gyűrű elkészült, és Celebrimbornak nem teljesen vágó, hogy mi történik, úgyhogy még ott be lehet szopatni még néhány gyűrű készítésével. Igen. A második évadra hát elkészül a maradék 5, aztán meg majd a harmadikra a 7. Ki tudja, hogy mik készülnek. Aztán aggódhatunk. Igen. Hogy mi hogy lesz, de mondom, bár úgy lenne, hogy hagyjunk még időt neki, és lesz belőle egy ilyen teljesen szabad valami. Még a lezárás előtt én annyit szeretnék elmondani, hogy az Amazon szerintem nagyon rosszul reagálta le ezt az egész dolgot, és szerintem ennek az egész gyűlölethullámnak, ami ezen a sorozat ellen megy, aminek szerintem nagy része, a gyűlöletnek nincsen oka. Szerintem az egy felesleges dolog. A nem tetszésnek egy nagy százaléka elkerülhető lett volna, hogyha nem rakják vissza a közönségre
azt, akinek problémája volt a karakterekkel, hogy biztosan rasszista, akinek problémája van a történettel, hogy gyűlölködő, alávaló, rohadék, tehát hogy ezt nem így kellett volna szerintem lekommunikálni, hanem igenis időt kellett volna szállni rá, hogy megmagyarázzák, hogy miért vállalták ezeket a szabad gondolatokat, stb. A dologban, aztán tetszik, nem tetszik, vagy elviselni egyszerűen. De mondom, az nagyon rossz volt, hogy ugye simán úgy ment a kampány, vissza lettek tartva a review-k, stb., és hogy próbáltak gyakorlatilag leplezni. Igen. A dolgot. Ettől szerintem sokkal rosszabb szájíz maradt a nézők, mert kicsit az olyan volt, mint elismernék, hogy szerintük is szar. Aha. Ami amúgy most érted, tehát szerintem biztos nem az. Igen. Engem ez zavart. Lehet, hogy ott se értett mindenki egyet ezzel. Ó, biztos vagyok benne, hát ez valószínűleg egy akkora production, mint az állat, tehát ez biztos volt kardozás csúnyán. Hát nem tudom. Nem tudom, mondom, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még ebből. Mondom, hát ha sikerül, mondjuk mit tudom, a második évad végére kreálnunk egy embertípust, akinek telibe talál ez a sorozat. Uh-huh.